Sziasztok, Nagy Kornél vagyok, és akkor ebben a videóban rendhagyó módon egy kis kérdezfelelek lesz. Egyre több kérdést kapok tőletek, hogy szépen nő ez a kis közösség, és vannak benne azért egész érdekes kérdések, amik úgy gondolom, hogy egy csokorba szedve azért megérnek egy videót. Természetesen ezekre külön-külön is válaszolgattam már, de úgy gondoltam, hogy ezek érdekesek lesznek így egy videóban is. Szóval, hogyha esetleg nektek is van kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg valamelyik platformon, és akkor egyrészt válaszolok, másrészt meg lehet, hogy akkor néhány résszel később itt is találkozhatok majd a kérdésetekkel. Jó? Akkor nézzük sorba. Gábor kérdezte, hogy van egy kicsi, de annál kellemetlenebb köldöksérvem, ami mostanság gyakran baszakszik. Viszont nem akarom műtetni, a törzs erősítésén kívül tudok-e tenni esetleg valamit, hogy javuljon? Igen. Tehát ez egy összetett kérdés. Vizsgáljuk meg egy picit az alapoktól. Ugye az, hogy létrejön egy köldöksérv, az nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy valami ugye nincs a helyén, tehát valami ott a kórizmok környékén, a stabilizátorok környékén nincs a helyzet magaslatán. Gábor is ezt jól érzi, és akkor mondja, hogy a törzs erősítésén kívül tud-e még valamit csinálni. Igen, hát valószínűleg azon túl, hogy a törzse nem volt elég erős, nagyon valószínű, hogy a mozgás mintái sem voltak a helyzet magaslatán. Tehát ugye mondjuk a felhúzásban, guggolásban, stb. Azért ez a régió, ez terhelve van. Hogyha az izmok a helyén vannak, hogyha a mozgás minta jó, akkor nem hogy a köldöksérvért dolgozunk, hanem köldöksérv ellen dolgozunk, jó? Úgyhogy legeslegfontosabb, hogy a mozgás minták legyenek rendbe rakva, 100%-osan, tehát amikor már valakinek kialakul mondjuk egy köldöksérv, vagy egy gerincsér, vagy hasonló, akkor egyértelmű, hogy valamit nem csinált jól, vagy huzamosabb időn keresztül, vagy pedig egyszer, de akkor nagyon nem. Jó? Általában így néz ez ki, de hogy egy hasonlattal éljek, általában ez nem úgy szokott menni, hogy egy szél kidönt egy fát, így egy perc alatt, hanem ez úgy néz ki, hogy mondjuk van egy hód, aki oda megy, és mondjuk fél éven keresztül rágcsálja azt a fát, amíg már csak egy ilyen kis ennyi-semmi tartja a fának a törzsét, és akkor jön egy szél, és akkor azt kidönti, jó? Általában a különböző sérvek is így szoktak létrejönni, jó? Hosszan tartó, rossz mozgások, és akkor egyszer csak azt érezzük, hogy hú, benyilalt valami, és akkor jaj, hát sérvet kaptam attól, mert nem tudom, megemeltem egy láda répát, vagy mit tudom én, jó? Tehát érezzük, hogy nem feltétlen az a répa okozta ezt az egészet, hanem mondjuk az, hogy az előző 25 évben minden nap megemeltünk 15 ilyet, és mindig rosszul, jó? Úgyhogy általában ezt érdemes tudni, közben leesett a papír, de rátérünk a második kérdésre, jó? Erzsébet kérdezte, szia, ne haragudj a zavarásért, csak szeretnék feltenni egy kérdést edzéssel kapcsolatban. Mióta erőemelek, soha nem hagytam ki 2-3 napnál többet az edzésben, a mostani helyzetben viszont kénytelen vagyok jóval többet. Természetesen otthon saját testsúlyos edzést folytatok addig, viszont az erőveszteségtől tartok. Tapasztalatai szerint kihagyás esetén mekkora erőveszteséggel lehet számolni, vagy akár még meg is őrizhető az erő, vagy majd később hamarabb visszajön a visszatérés után? Jó, hát... Igen, ez egy összetett kérdés megint csak. De most az, hogy mennyire fog elmenni az erő, azt senki nem tudja. Jó? Tehát ezt embere válogatja. Én azt figyeltem meg egyébként, ezt írtam is Erzsébetnek is, hogy lányoknál valamiért jobban meg szokott maradni. De hallottam már olyat, aki ennek a teljes ellenkezőjét mondta. Úgyhogy nem tudom, kutatást még nem láttam rá egyébként. Igen, most az, hogy azon izgulni, hogy mennyi erő fog elmenni, hogyha nem tudod megoldani az edzést, akkor szerintem, mármint a teremben való súlyokkal való edzést, akkor szerintem ezen teljesen felesleges izgulni, meg fogod látni. Az, hogy csinálod otthon a saját testsúlyos edzést, az tök jó. Én úgy gondolkodom erről a helyzetről, hogy ki kell hozni a maximumot abból, ami van, és a hibákon kell dolgozni leginkább, hogy amikor visszatérünk a terembe, visszatérünk a súlyokhoz, akkor egy
egy jobb formát tudjunk majd prezentálni, sokkal alkalmasabbak legyünk arra, amit egyébként a teremben csinálunk, tehát én inkább elmennék mobilitás, stabilitásnak a fejlesztése irányába, helyrehoznék sok-sok apróságot, próbálnám megoldani az apró cseplő fájdalmakat, stb. És keresném folyamatosan a gyenge pontjaimat, amiket esetleg most helyre tudnék hozni, mondjuk a kórizomnak a fejlesztése, vagy mondjuk a válnak, csípőnek a mobilizációja, az most nagyon is aktuális tud lenni egy-egy ilyen helyzetben, de egyébként saját testsúlyos edzéssel is nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük az erőnket. Hogyha nem vesztünk izmot, vagy nem nagyon, akkor az erőnk sem fog annyira elmenni. Viszont ugye bele kell kalkulálni, hogy ez egy specifikus dolog azért az erő, és hát kell majd egy pár hét biztosan, amire teljesen visszaszokunk a terembe, de úgy gondolom, hogy azért ezt ki lehet bírni. Picit úgy is lehet majd hozzáállni, hogy ez egy kis dilód, kis nyugalom, mondom, dolgozunk a hibákon, problémákon, és kihozzuk a legeslegtöbbet a helyzetből. Ennél többet nem tudunk tenni, úgyhogy ennél jobban nem is érdemes ezen izgulni. Mondom, tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a helyzetből, dolgozzunk azokon a problémákon, amiket egyébként nem szoktunk. Jó? Úgyhogy ennyi, ezek a legfontosabbak. Sanyi kérdezte. Csáó, eléggé bevált az ötletet, köszi szépen. Most egy olyan kérdéssel fordulnék hozzád, hogy páromat hogyan nyújtsam meg. Elsősorban combfeszítő hajlító, derék izmait meg iszonyatosan laza, és egyik gyakorlatom sem fejt ki nyújtó hatást rá. Igazából itt ugye vissza kell kanyarodni az izületi mobilitás stabilitás témaköréhez. Erről már csináltam egy videót, ide beteszem valahova, nem tudom itt vagy itt lesz, meg a leírásban is, hogy nem feltétlen kell mindenáron mindenkit szénnél mobilizálni, jó? Mert a mobilitás az nem úgy működik, hogy minél nagyobb, annál jobb, hanem van egy ideális állapot, amit el kell érni, jó? És hogyha annál az ideális állapotnál nagyobb a mobilitás, akkor az probléma. Hogyha kisebb, az is probléma. Ez egy konstans dolog, ugye a mobilitás, stabilitás, ezek kéz a kézben járnak, és csak egymás rovására tudnak változni. Jó, hogyha mondjuk nő a mobilitása a vállamnak, akkor csökken a stabilitása. Hogyha csökken a stabilitása, nő a mobilitása. Jó, ilyen egyszerű. Már csináltam erről egy videót, de összefoglalom akkor röviden. Elindulunk alulról fölfelé, mobil boka, stabil térd, mobil csípő, stabil lumbális gerinc, mobil torakális gerinc, stabil vállöv, ugye a vállövet a lapocka és a kulcscsont együttese teszi ki, mobil vállizület, jó? Ezek a legfontosabbak. Na most, hogyha valami probléma történik, és mondjuk elkezdünk hirtelen sokat fekvenyomni, stb. Előtte nem edzettünk, nagyon más nem csinálunk, csak fekvenyomunk, elképesztően megerősödnek a mellizmok. Ennek mi lesz a következménye? A pectoralis, a mellizom, ami egyébként is nagyon hajlamos a beszűkülésre, hiszen alapvetően nem egy természetes dolog az, hogy ekkora mellizmokkal mászkáljon valaki, jó? Tehát ez a fekvenyomás az nem annyira természetes minta, mint ahogy így elsőre tűnik. Jó, tehát alapvetően nagy mellizmok nem mondanám, hogy szükségesek úgy egy átlag normál embernek, ellentétben mondjuk a hátizmok, latissimus, a széles hátizom, stb. Annak a fejlesztése már sokkal jobb, mert hogyha megnézzük, hogyha a mellizmot fejlesztjük nagyon, és mondjuk a hátizmok maradnak ki, ami általában ugye szokott lenni ugye az edzőteremben járóknak a 95%-ánál, akkor a tartása következő lesz. Jó? Így fogunk kinézni, mert szépen ez így összehúzza az izmokat. Na most, hogyha ezt így összehúzza, akkor bizony csökkenni fog a váll ízületünknek a mozgástartománya, jó? Tehát így csökkent váll mobilitásról fogunk beszélni, és mivel csökken a vállunknak a mobilitása, viszont a mozgásokat létre kell tudni valahogy hajtani, ugye majd a lapocka fog segíteni nekünk kompenzálni, létrehozni ezeket a mozgásokat,
és így fog veszíteni a lapocka stabilitásából, jó? Aztán szépen elindul a dominó, és akkor a torakális gerincünk, aminek ugye mobilnak kell lennie, az meg majd szépen elkezd ugye stabil lenni, mivel a lapocka elkezd mobil ízületeset játszani, ahelyett, hogy szépen stabilizálna. Jó? Úgyhogy így borul fel szépen ez a mozgáslánc. Tehát visszatérve pontosan a kérdésedre, hogyha azt mondod, hogy nagyon-nagyon mobil, akkor nem mobilizált tovább, hanem akkor a stabilizációs irányokba lesz inkább érdemes elmenni. Jó, mondjuk kórizomzat erősítés, farizom erősítés mindenképpen jó lesz arra, hogy elkezdjük stabilizálni ezt a középső régiót, jó? És ennyi, tehát hogy nem kell, hogyha túl mobilis, ne nyújtsuk túl, jó? De nem azt mondom, hogy nem kell nyújtani, jó? Ne essen félreértés. Nyújtásra, hengerezésre, stb. Ugyanúgy szükség van az edzés végén, azért, hogy azt a szimpatikus idegrendszeri hatást, ezt az üs vagy fuss reakciót, amit felépítünk az edzés által, ezt le tudjuk vetkőzni, ott tudjuk hagyni a teremben. Mert hogyha úgy megyünk haza edzésről, mint ahogy edzésen vagyunk, így, akkor az nagyon fog kedvezni annak, hogy mindenféle kis csomók megjelenjenek az izmainkban, és olyan mozgásszervrendszerünk nem valami jó irányba fog eltendálni, hanem mondjuk így fogunk kinézni, be fog szűkülni a csukja, stb. Nagyon hajlamos rá egyébként is, hogy ott szépen összeáll az egész, és hogyha nem nyugtatjuk vissza szervezetünket az edzés végén, akkor ennek nagyon-nagyon-nagyon táptalajt fogunk biztosítani, jó? Úgyhogy az edzés végén akkor is meg kell csinálni a nyújtást, hogyha valaki már kellő mobilitással rendelkezik, jó? Oké, na, ennyi volt mára, hogyha van valakinek valamilyen kérdése, akkor nyugodtan jöhet itt a videó alatt, vagy ott valamelyik elérhetőségemet majd biztos megtaláljátok, hogyha belekattintotok ott a videó alatti kis kockába, jó? Úgyhogy ennyi, bármi kérdés van, írjatok, szóljatok, jó? Nagy Kornél voltam, köszönöm a figyelmet, találkozunk, sziasztok!